Sziasztok! Megint voltunk az Ázsia Centerbe, és úgy látjuk, hogy elég népszerű ez a videónk, és elég sokan el is mentek a videó után az Ázsiába, úgyhogy megmutatjuk, hogy most mit vettünk, és megmutatom, aztán majd Alexa a ruhákat. No! Vettünk ugye ezt a szokásos levest, ez 280 forint darabja. Úgyhogy jó hátul, ahogy az első videón is látszik, jó hátra kell menni, azt hiszem, a nyugati szárnyba, ha jól emlékszem. Tehát nem a főépület, hanem a melléképület, vagy hogy nevezik. Abban vettük leghátul, ahol ugye mindig kapjuk ajándékba a rágót. Ezt is elmondtam, aki nem tudja, hogy hol van ez pontosan, akkor nézze meg az előző videót. Úgyhogy ezt ott vettük. Aztán ott vettünk még, mit is vettünk, most gondolkodom. Kettő marlekkát, ennek darabja 900 forint volt. Aztán abban az üzletben, most már átfutom, vettük még ezt a Beacon, tehát nagyon szeretjük, hogy ezt a nagy isöt, 380 forint volt. Aztán vettünk a szokásos kókuszolaj, ez 2400 forint volt. Ott kapott Alex egyébként ajándékba egy milka, epres milka csokoládét, mivel hogy ugye tudják, hogy visszajárók vagyunk. Vettünk még két nutellát, 1800 forint per darabja, ugye ezek az egy kilósa. Aztán vettünk egy rakás rágógumit, az Orbitok 120 forint darabja, és az Airwaves, az pedig 130, igen, annak 130 forint velünk. Nem, az Orbit az 110 forint volt darabja, és az Airwaves az pedig 130 forint volt darabja. Ezen kívül vettünk még... Nem, ott más nem vettünk, és akkor ugye ezt kaptuk ajándékba, ezt a csokoládét. Aztán, ahol a WC-papírt múltkori videóban is vettük, ott vettük ezt a WC-papírt 1750-ért, ebben 20 tekercs van és 4 rétegű. Akkor a keleti szárnyba gondolom én, hogyha az egyik illet, akkor a másik az a keleti lehet. Az elejében, ahol a kávézóban vettük kettő ilyen mondjuk 5 magot, ez Robi kedvence, 450 forint volt darabja. Aztán vettünk még ugyanott hátul, ahol ugye ezt a kupacot a nyugati szárnyban újra vettünk ilyen aloe vera italokat. Ezek most ugye mangós, 3 darab mangósat, és 3 darab ugye ilyen simát, ennek most is 250 forint volt darabja. Aztán ugyanabban az üzletben vettünk még 3 darab ilyen tonhalpástétomot, ennek 600 forint volt darabja. És akkor volt egy másik üzlet, ahol mondtam, hogy mindig kedvezményt kapunk. Most ezt a fajta, ez az olaszos pörkölésű omniát, és egy ilyen levázzát vettünk, ami, ahol rögtön, múltkor volt egy ilyen kis affér ott a hölgyen, és vettem martinikát, és venni akartam náluk martinit, és nem adott semmiféle kedvezmény, mert ott úgy van, hogy van két férfi, aki viszi az üzletet, és van egy nő. Mindig a férfiaktól szoktuk vásárolni, és mindig adnak valamilyen kedvezményt. A hölgy múltkor nem akart kedvezményt adni, és mondta, hogy a martinit nem fogom sehol máshol olcsóbban megkapni. Hát végül is sikerült olcsóbban megvennem, és szerintem emlékezett erre, hogy nem mentünk vissza, nem vásároltunk náluk semmit, holott minden alkalommal, ha mi oda megyünk, biztos, hogy bemegyünk ebbe az üzletbe. És most rögtön, tehát így automatice, halkan, hogy a többi vevő ne hallja, adta a kedvezményeket, úgyhogy mind a két kávét olcsóban, egy-egy kávét olcsóban adta. Ez volt, az Omnia volt, hogy is adta, 2800-ért adta, és a levágyzát pedig 2500-ért.
ezen kívül vettem nála a rágókat, amiből az egyiket ajándékba adta, és 100 forintért adta, ugye 110 helyett darabját, és még gyorsan beledobott egy csokit is az acskóba. Úgyhogy szerintem ezzel azt mutatva, hogy jöjjünk legközelebb, és igenis felismer is tudja, hogy nekünk kedvezményt kell adnia. Ja, és igen, még vettünk nála egy fütyülős mézes ágyast, ennek 2500 forint volt, de odaadta 2400. Igaz, hogy 50 forint kedvezményt adott, de akkor is, tehát azt akarta mutatni, hogy szeretné, ha továbbra is nála vásárolnánk, úgyhogy egyébként az ilyen, pont azt beszélgettük, hogy a sok 50, sok 100 forint kedvezmény, a végén ez akár több ezer forintot is kitehet, attól függően, hogy mennyi dolgot vásárolunk az Ázsia Centerben. Aztán volt egy másik üzlet, ahol vettünk ilyen testvíziókat, ennek 400 forint volt darabja. Ez nagyon jó volt, mert múltkor a Tesco-ban színházba mentünk, 580-ért vettük darabját. Úgyhogy szerintem nagyon megéri. Aztán vettünk még egy parfümöt, ez 9500 forint volt. Ugye mivel hogy nem arra normál, és a rendes csomagolásában van, hanem ebben a teszterben, ezért került ennyibe. De ez eredeti, ez biztos, mert nem először vettünk ilyet. Ezt tettük, aztán szomjasak voltunk, ebből vettünk két üveget, az egyiket megittuk, ez 250 forintba kerül ez a, ugye az a lényeg ennek az innivalónak, hogy nincs benne cukor, úgyhogy ha ide megyünk, akkor én mindig ezt iszom. És voltunk még fönt az emeleten a nyugati szárnyba, azt múltkor ugyanúgy láthatjátok a videóba, az a körmös üzlet, ami nekünk a körmökhöz, illetve hajápoláshoz, de inkább a körmös dolgokhoz lehet kapni ugye, mindenféle kiegészítő. És ott vettem két ilyen maszkot, tehát ezt nagyon sokan veszik, 390 forint volt darabja. Hát az egy olivás maszk, ez egy mély hidratáló, és ez pedig egy, hát ez meg csak egy sima hidratáló, ez meg ilyen mézes, és vettünk még egy ilyen csomagot, ami 350 forint. Azért nagyon szeretjük, mert hogyha, tehát ugye nagyon könnyen nyúlik, és nem megy olyan hamar tönkre, mint amivel van ez a kis fém, akkor ugye a fémnél általában elveszt a gumi, és ilyen nyúlós lesz. Ez nem, egy idő után persze kinyúlik ez is, de könnyen kivehető a hajból, és ez azért fontos, mert mindannyiunknak hosszú a haja, és a hosszú hajból, hát akinek hosszú, az tudja, hogy nagyon nehéz kivenni a gumit, hogy még ezeket tettük, és akkor a ruhákat pedig majd megmutatja nektek a legtöbb. Úgyhogy én köszönöm, sziasztok! Sziasztok! Ahogy anyukám már említette, bemutatom nektek az Ázsia Centerben vett fölsőket és ruhákat. Ez az első. Ezt az MK-ba vettük. A legelső Ázsia Centeres videónkban benne is van, hogy hol találhatjátok ezt az üzletet. Ebben az üzletben kaptuk a 10% kedvezményre feljogosító kártyát. És ugye ez a felső 1990 volt, és úgy jött le belőle még 10%. Ezt a felsőt szintén az MK-ba vettük, ez 2800 volt. És ezt is az MK-ba vettük, ez 3500 volt, és ugye ebből is, és az előző felsőből is lejön a 10% kedvezmény. Ezt a felsőt egy kisebb boltban vettük, ami úgy néz ki, hogy abban az épületben van, ahol a Fornetti és az Ékszersziget van. És ugye van az Ékszersziget, amellett van a lift. És a lifttel szemben van konkrétan ez a kis bolt. És ugye ez ott van, ez 4800 volt. Az összes többi felső az innen van, amit majd meg fogok mutatni. A személyzet itt nagyon rugalmas, hogyha esetleg nincs valamilyen felsőből megfelelő méret, akkor ha szólsz, megrendelik neked, és visszahívnak, hogyha megjött a felső vagy ruhadarab, amit éppen szerettél volna. És a másik dolog, hogy ez egy nagyon kis üzlet, de nagyon-nagyon ízléses dolgok vannak, és ez a legjobb üzlet így ruha szempontjából. Ez a felső pedig 4500 volt. Nagyon jó néz ki.
Ez a felső szintén 4000 volt. Mindenféle kis kövekkel kirakva. Ez a felső 4000. Nem egy kis nagyon van, ez kiállója. Ez 4000 volt. Ilyen belőlejű. És ilyen garbó is van rajta. Ez 3800 volt, ugye ezen is van ilyen garbószerűség. Ez az utolsó ruha, amit most megnyitom nektek, és amit most vásároltunk. Amit látjátok, nagyon vicces ruhákat lehet vásárolni ebben a boltban. Többféle színben is van. Piros, kék, zöld, fehér, szürke. Amint látjátok, mi általában fekete ruhákat vásárolunk, és ugye azért, mert a fekete elegáns, csinos, és kiemeli a hajunkat, a szemünket, és mindenhez illik, ugye a fekete. Remélem tetszett ez a videó is. Sziasztok!